Hát ezt nem. 64% a keresztes háború. Őrült izgalmak. De nem értem, hogy nem érhet véget. Nem kellett volna már valami scriptnek történnie, hogy... Tehát azért ebben a játékban vannak dolgok, vannak játékmechanikák, hogy ne legyenek végtelen háborúk. Mintha ezek a játékmechanikák most nem működnének hibátlanul. Hát volt már 92-es is, azt hiszem, a War Scoring Plus-ban. Igen, és nem kötötte meg a békét. Rohadjon meg. Meddig 1400, meddig megyünk? Hát elvileg 1453-ig. Igen, 1453. Már csak 120 évünk van hátra? Mhm. Azt a mindenit. Már ha eljutunk odáig. Hát Ha eljön a Crusader Kings 3, én úgy dobok el mindent, mint a forró krumplit. De mi itt leszünk, és várunk. mint a világ legjobb. Mi az? Barátai? Nem. mint a világ legviccesebb Futurama részében a kutya. Ó, hát az teremtés volt. Az egyetlen Futurama rész, amit láttam. Pedig jó. De ezt sokszor elmeséltem már, hogy bekapcsoltam a tévét, hogy na, megy egy Futurama, jó, belenézzek, hát ha megtetszik, és ez a rész volt. és traumatizált, és soha többet nem akarok Futurámát nézni. Nem igaz, hogy nem akar meghalni ez a francia király, miből van ez? Hát 10 éves, nehogy meg tudjuk megölni egy 10 éves, god damn it. Amúgy az az érdekes, hogy szerintem, ha megölöm a francia királyt, akkor egyesülni fog Valencia és Franciaország. Mert a két testvér az uralkodó, és az egyik meghal, akkor a másik öröklő területeit. Szóval, good job, Balázs. No, én meg éppen panaszkodni akartam már, hogy nem igaz, hogy a 211%-os, 211, kiemelem még egyszer, kos plot power, nem írtam még egy rohadt plotot, és ebben a pillanatban kiadta, hogy készen állnak kígyók. Készen állnak, a kígyók készen állnak. Jackie, mit akarsz cserélni, mire? Step of modest. De mit akar adni érte, egy marék hamut, vagy mit? Megint nem halt meg. Hát ez hihetetlen, ez a harmadik próbálkozás. 330 forintért akarja megvenni a Mózes botját. De tőled? Nem tőlem, Tubiától. Ez az, hogy nem tőlem. De én nem látom. De közvetítünk. De mennyiért akarja 330. Venni? Pedig én 30-ért adném az sajátomat. A saját Mózes kardodat? Nem, csak a botját simán. Nincs ott a Mózes. Találkozunk félúton, Jackie. Mennyit mondtam eredetileg neki rá? Mozdog a gift összege, 309-et tud most érte adni. Az a baj, nem nagyon van ilyen, hogy félúton találkozni, mert elég... Ez a gift rendszer ebben a játékban elég rigid. Jó, hát legyen az, hogy 300 X-ér, amennyire kijön. Odaadom neked. Most van 3008 aranyom. Jó, akkor Jackie küldi a pénzt. Hogyan kell? Give artifact? Aha. Elképesztő izgalmak, kedves nézőink, hölgyeim és uraim. Pro. Jackie elküldte. Staff of Moses, send. De nehogy valami randónak küld. Megfelel, Mózes? Azt mondja, hogy köszöni. Szuper. De hogyha azt látjuk, hogy ketté választja valaki a vizet ott Normandiában, akkor tudjuk, hogy ez miattad van. Mert ő tudja, hogy kell használni a botot. A botját. Oh, shoot. Hát akkor jövök Balázsnak egy ajándékot, nagy lelkűsége mi a lévő. Remélem elfogadod. Painting of Stuff of Moses. Micsoda? Én is kaptam egy Mózes botot. Legjobb. Yes! 300 azért megveszem. Várja, hagyd nézzem már meg ezt az izét. Azt mondja, hogy... De ez csak egy festmény! God damn it! De Mózes botjára. Painting of Stuff of Moses.
Ez csak a kádba próbáld meg bemártani. This remarkable painting almost comes to life and brings your outdoor in nature while you are still observing it from under roof. A truly enchanting piece of art. Én megmondtam ezt neked. Hát ez gyönyörű. Destroy painting of Stavon Moses. Akkor inkább küld vissza. Beadom a patakba. Hát a ketté választja. Na, végre meghalt a francia király. Negyedszerre sikerült. Jó, jöhetett az ikertestvére. És nem teljesen egyesültek a valenciai területek egyébként. Szóval nem volt olyan nagy butaság. Írok egy könyvet. Jó, írok egy könyvet. Én közben próbálom belülről szétverni a HR-ét. Nekem de... meghalt a férjem. Ó! Oh. És a játékban? Ott is. Szomorú. Bírom, hogy vannak ezek a randók, és csak oda megyek hozzájuk, hogy figyelj, itt van 60 arany, támogass, hogy megöljük a királyodat, és akkor mondjuk, oké, okay. Kú. Ah, miért is ne? Végül is. 10 éves gyereket, most kellett neki 10 évesnek lennie, rohadjon meg. Az mi volt? Az előbb valami villogott, és nem vettem észre. Küldött valaki ajándékot, vagy mi? Nem tudom. Még egy festmény? Nem, mert nagyon voltam. Már nem kell több festmény Mózes botjáról. Az egy is elég. Sőt, még az egy is sok. Olyan rég beszéltem már a kínai császárral. Mit szeret manapság egy kínai császár? Emperor likes concubines, the emperor dislikes eunuchs. Eunuchs are out, concubines are in. Jó, egy újabb francia király halt meg suspicious circumstances között. És 5 éves az új király. Egyre jobb. A kínai császár az most nem egy nő? Bajszos. Most nem a Yuan Empire-ről beszélünk? De, vagy az nem bajsz. Nálam nem bajszos, de nem is nő. Nálam egy nagy szakállal. Ja, egy random belógó kínai izéről gondoltam. Azért minden kínai ugyanúgy néz ki, vagy miért? Jézusom. Jézusom, Ilyen! És mi van? Hogy mondtad, hogy minden kínai ugyanúgy néz ki? Ott azt mondtam, hogy rohadtul nem. Tuvi azt kérdezi Jackie, hogy miért nem fereszted a területeidet a pénzből? Szerintem azért, mert nem tudja, hogy kell. De ez csak tipp. Nagyon egyszerű. Mit nem csináltam? Nem fejleszted a területeidet. Ja, hogy fejlesztem a területeidet. Hát, hogy építesz cuccokat. Igazad van. Köszönöm. Hogy is kell? Megvan. Na, a Fanlun ház is nem sokára kihal, és a következő a von Goszlár ház lesz a francia trónon. A nyúlszájú Ernik von Goszlárral. Izgi. Van egy, az a baj, van egy tippem, hogy Jackie meg akar szállni, és azt mondja, hogy ne jó kölcsön már ezért a fejlesztésekre. Valami great work-öt tanácsol neked, hogy azt építs. Ó, de én nem tudok legendát építeni, vagy mi a francot. Azt akartam megnézni, hogy hány embert öltem már meg. 21! 21 embert öltem meg. A mindenőt. Kill. Egy killen van. És ebből egy, kettő... És az a Kaiser. 1, 2, 3, 4, 5. Ebből 5 francia király. És egy német-római császár. Ja nem, bocs, van még. 6 francia király. Meg van egy... Suomi császár is. Ja, azt, vagy Suomi király, azt Ilien miatt öltem meg. Köszönöm. Próbáltunk kiszabadítani, vagy valami ilyesmi. Hoppá. Mi lett az eunuch sráccal Ilien? Az már focistával? 100 évvel ezelőtt volt. Képzeljétek, most van egy új. Ó! Van egy új eunuch, vagy új focista, vagy... Egy új focista, aki állásnak eunuk. De próbáljuk olyan focistát szerezni, aki még nem eunuk. Nem tetek, hogy csak ilyenek jönnek. Amúgy már 60 éves vagyok, szóval lassan szerintem nekem messzelnek. Itt tudja, hogy be van minden glitch-elve, már 132 000 embernél jönnek a munkolók.
Ennek a száborúnak sose lesz vége. 41 éves. Meddig tartott a 100 éves háború? És ebben a pillanatban meghaltam. Mondtam. És a kuzinom... A... Kuzin? Ő a kedves kuzin. Szóval a kuzinom az utódom. És King Arkambau első voltam, most vagy a King Arkambau második. King Arkambau the first has given up the ghost at the age of 60. He died of severe stress. Never succeeding making a name for himself. Miről beszélsz? Már megint. Szegény. Bocsánat, hogy közbeszólok, de a francia tudásom elő kell, hogy jöjjön belőlem. Az nem az Arkambau. Vicceltem, nem tudok a franciából. Most már Arkambau lesz akkor. Arkambau. Szép hosszú O-val. Na kell nekem fertilitás, ez pont jó lesz. És szeretném, hogy legyen egy kölyköm. If possible. Ne. Terjesztő akarsz lenni? Igen. Ó, hogy itt ennyi mindent lehet építeni. Nem azon, hogy csak megépítek egy hospitált, hanem még azon belül is egy csomó aha mindent kell építeni. Meg a városra kattintva is egy csomó mindent. Jó, Tuvia 42 órája játszik a CK2-vel, felfedezi az alap mechanikákat című műsorunkat hallották. Ez a címe a sorozatnak. Átnevezem majd. Catchy. Ja, azt mondja, hogy baptized by Pope Jonas the 12th. Na? Nem, 20th. Na, ehhez mit szóltok? Hogy vagy? Engem a pápa baptizált meg. Titeket megbaptizált már a pápa? Már azután kell szólni a rendőrségnek, vagy... Nem akármilyen randó izé. Azt hallottam, ki baptizált meg. Azt mondom, a bát nem tudod, hogy hol baptizált meg a pápa. Ó, engem nem baptizált meg a pápa, de Mídás hozzám nyúlt. Gyerekek, megint kezdődik előről minden. Nem tudok megkoronázódni, mert háborúban vagyok. Mi a p***ja? Nem akarom. 20 évig. Megint utálni fog mindenki. Ugye nem tudok külön békét kötni sehogy. Nincs arra egy külön béke. Nincs, hát. Fantasztikus. Soha többet nem beszélünk a pápával. De ezt vagy 8 rezolti pápa írta ki amúgy ezt a bulit. Azt mondja, hogy... Even the mightiest army can be defeated by a single man. Cut off the head of and the body falls. I am Engelbert, master of shadows. Ooh, catchy. I shall rule from the shadow. Schemert megkapom, Master Schemert, vagy I shall strike terror into the hearts of my foes, az meg Impaler traitetek, ezek a Schemer vagy Impaler trait. Izgi. Ja, mehet tovább, bocsánat, csak ez a Master of Shadow-val. Kicsit most meglepődtem, hogy milyeneket tudok. Én viszont szerintem véget értek a francia királyöldöklős napjaim. Így, hogy már nem vagyok assassin. Szomorú, hogy szomorú. Végeztem. Ez mindenképpen szomorú. Még talán egyet meg tudunk ölni, hogyha szerencsém van, de... Nem örülök neki. Olyan jó. Ilyen hobbi volt. Mondhatjuk azt, hogy hobbi. Ami tisztán tartja a lelket. Akkor amit szívből szeretél csinálni. Amit szívből csináltam. Amikor megfáradtam az napi munkában, akkor utána mentem és megöltem egy francia királyt. És már is másnap kivirultan tudtam visszatérni. Nagy szájjal mosolyodom. Én egy valamit nem értek. Oh-oh. A fiamnak nem tudok földet adományozni, vagy bitüket adományozni. Viszont másnak igen. A fiad... nem nézem a fiadat, mizu vele. Valószínűleg egy idióta. Azt mondja, hogy... Malnourished, adjál már neki rendesen enni, egyrészt. Humble, temperate, shy,
slothful content. Hát ez érdekes, pedig tudni kéne neki adni területet. Azt írják, hogy nincsen olyan területem, amit ő birtokolhat. Hát az unokámnak oda tudom adni. Érdekes. Hát akkor az unokád, átugrod a fiadat, jöhet az unokád. Megnézem az unokádat is. Onni? Kormakúr? Igen. Jó. Ő például zélóta és igazságos, tehát itt tök jó arcnak tűnik. És rendesen van táplálva. Nekem az a furcsa, hogy nem hasonlít az anyjára. Hát jó. Legyen. Ja, várjál, ez nem attól a gyerek, nem attól az anyától van, akitől. Ja, hogy a mostani feleségétől nincsen gyerek, basszus. Micsoda egy szimuláció, hogy rájöttél ennyiből? Nem is kéde Crusader Kings 3. Az arcából láttam, az arcából rá lehet jönni. Én elküldtem egy focistát. Csak nem diplomatadett. Nem, halott. Oh. Na, most nézzetek rá a player mappodra. Már ezzel mindig behúzom inget a csőbe. De ez most... Egyre nagyobb. Oh, és most már határozottan egy... érdekes alakja. Mózes botja megirigyelni ezt az alakot, amit itt felvett. It's not the moon, it's a space station. Most én szemem káprázik, vagy tényleg egy creep előre Kis-Ázsiában a mongol birodalom? Szerintem jön előre, mert háborúban vagyok Kis-Ázsiában, itt a Latin Empire-rel, vagy mi az Isten. Miért egy idióta a Spy Master... Mi? Hát aki kinevezte, ugye? De nem, a Spy Master nem idióta. Akkor? 11-es... 12-es... Shut up! Öreg ember. Imádom, amikor beleszólnak, hogy ki legyen az ura, az akárkicsoda. Hogy áll a plot? 223%. Behívjuk Gerendát is. Pont Gerendát. 40k-s mongol dectek Egyiptomnál, az pont jó helyen van ott. Megnézem csak. Nem is látom. Hát, ja, látom, ott van 43 össze. Miért nem ér véget ez a háború? Simán véget kellett volna érnie már White Peace-el, de most éppen 59%-on van, szóval... It's fine. Jaj, ne! Vizőt a rózsás nő! Nem mondod? No? Ezt le kell konfirmálnom először. Ha minden igaz, akkor... Igen. Nem! Azt hittem szenti avatták az apámat, de nem. Ez tökre átverés. Miért nem ezt avatták szenti? Blessed lett, és utána jön a szentség? De a blessedek nincsenek sehol felsorolva, igaz? Na, akkor gyerünk! Csapassuk! 1-2. Na, az asszony megterhes, ez mondjuk jó hír. És én pedig lustful lettem. Hát, megjött a kedvem a dologhoz, most, hogy látom, hogy van eredménye is. Én meg éppen azt néztem, hogy az örökösöm a fiam, és a fiam is, meg a felesége is kövér. Hát, na. Ha így boldogok, nézd. Oh, plot is revealed. Oh no. Oh. És nem, még nem halt meg. Oké, semmi.
Te ne lázadozzál már, a legjobb dolgod van. Neked ugyanúgy. Mindenki maradjon csöndben és ugyan vissza a fenekére. Ez az! Meghalt! Valaki. Ugye a francia király halt meg? Nem a francia király halt meg, mert nem ő... megörököltem egy plotot. Nem az apám plotját vittem tovább. Franc. Mi az, hogy wrong type of holding in demand? Azt jelenti, hogy van valahol egy várad valószínűleg, vagy apátság, vagy ilyesmi. És ez amit kell csinálnom? Hát oda kell adni valakinek az udvarodból mondjuk. Create a new vassal. Keresel, hát ahogy én úgy szoktam, hogy keresek egy udvaroncot, egy kocsia, és akkor jobb gombra Grantlandi title, és ott a baroni, vagy ilyesmi, legalacsonyabb szintűt. Nem tudom most neked mi a probléma. Hogy keresek az hogy keresek az udvaromban? Úgyhogy rámész az arcodra, és ott a tabok között alul van olyan egy kort. Aha. És akkor mondjuk ő... És... Nem tudok neki Landy title-t adni. De akkor válaszol valaki mást, akinek tudsz. Értem. Nagyon nehézkesen megy az emberek össze szervezése. Hát senki nem akarja megölni már a francia királyt. A francia király nem ért szart sem. Muszáj leszek majd erre ráfeküdni, amint lesz egy kölyköm. Azt mondja, hogy ha minden igaz, fel fog menni 100%-ig a plot power. Igen. 105. Uff, és egy csomó pénzt kellett küldenem egyébként. Hogy ezt egyetlen elérjük. 109. Na most már aztán tessék alkotni. Mindenki beszélje meg. Terv kiötölve, lehet menni ölni. Olyan csúnya. Ennyi? Ennyi? Lehet menni ölni és kész? Úgy rengettem őket. És a franciáknál kitört a parasztgyalázat. Akartam. Ilyen! Annyira azért nem. De... Talán jól sikerült megoldom. Miatt meghattam az összes birtokomat a ajándék aztán az unokáimnak, amit úgyis elvett volna tőle, amit uralkodó. Úgyhogy így is úgy elvesztettem neked, de az örökösöm, meg már van birtoka, ami majd újra az enyém lesz. Long game-et játszol. Ez volt a master plan. Jenny. Master blasta. Leesett a Crusade-ünk 55%-ra. Lesz még ez kevesebb is. Focistámat kinevesztem a kancellárra megint. Focistából jó kancellár ez, de még jobb külügyminiszter. Úgyhogy... Tartsd észben. Nem kötök veled házasságot, Jackie! Jackie küldött egy házassági ajánlatot, de... Nem jön be? Nem. Egyeneságon nem fogom odaadni az senkimet, sehogy, akármit ígér. Na lassan elkészül teljesen a Grand Lighthouse. Még egy darab hely van, ami legyen... Levy Size. És ezzel kész is lesz. És akkor ez összesen mondom, milyen cuccokat ad. Sex appeal plusz 3. Lehet vele csajozni. Akarod látni a hatalmas világító tornyomat? Ez a szöveg. Nice. Aztán core size plusz 7. Drunkard opinion plusz 5. Oké. Might allow you to remove stress. Ezt el is felejtettem. Enables private conversation with characters. Artifacts are less likely to be stolen.
Ászadás. Local tax modifier plusz 20%, disease resistance minusz 1, trade value plusz 50%, local movement speed plusz 10, moral famous plusz 5, monthly prestige 0.72, és erre jön még rá az, ami most épül. Oh-oh, indeed. Féljétek csak a hatalmas világító tornyomat. Mindenkinek baj van? Na, technikailag meg nem érdekel a látszatást, hogy mi lesz a vége. Ja, látom. Majd nagy úrra megintézi. Az új csávot is ugyanúgy fogom utálni, mint a régit. Én próbálok éppen megölni még egy császárt. De ilyen 51%-on van, 102-n. 63-on, 190. Ami annyiban nem panaszkodom, hogy annak ellenére, hogy ugye mindenki zabos, mert nem vagyok megkronázva, nem utálnak. Sőt, gyakorlatilag mindenkinek pozitív a véleménye rólam. Hát, sőt, 50 fölött van a véleménye mindenkinek. Miért imádnak ezek ennyire? Mert ennyire imádni való. Kedves vagyok, charitable, temperate, jó, lustful, de lehet aznak meg örülnek. Zélóta, Gregarius és Bátor. Plusz megbaptizált a pápa. Úgyhogy ezek mind... Ez a lényeg. Igen. Jó pont. Meg hát felvirágoztatom az országot. Váltottam. Nem a császárra megyek, hanem a császárnak a fiára, de a fiát nem tudom megölni, ezért megölöm a feleségét. És aztán, hogyha megöltem a feleségét, akkor nem tud gyereket szülni neki. Nincsen további öröklés. Azt is megöljük. De azt mondtad, van egy fia. Az eléggé öröklésnek tűnik nekem. Utána, hogyha a fiának már nincsen fia, na? De utána tudod, megölöm, amikor a fiát. Ja, hogy a fiának a feleségét ölöd meg. Igen. Ja! Igen. Oké. Okay. Itt ment félre a kommunikáció. Ő is a long game-et játszott. Mm-hmm. 1456-ig befejezem. 53, de... Nem, akkor azt nem 53-ig. Szólsz. Kicsit nem adunk. Kis Magyarország teljesen eltűnt. RIP Kis Magyarország. Turnu! De van már, ja, Szerbia eddig is volt. Van valami fura nevű országom? Csak az van. Csak a tajt. Mi lenne, hogyha végeznénk ezzel a császárral? Vegyük ki a mizeriéből. Nem értenek velem egyet, hogy neki jobb lesz holtam. Pedig lázadoznak ellene, szóval... Igencsak mindenki jobban járna. Lázadozunk. Hugica be van zárva a dutyiba. Hol? A finn lázadók zárták be a test... Mert... Mi? Ez a Szulmi királyának a felesége. Mi? Nagyon összecsavarodt szállak. Itt már nagyon. Elnézek amúgy erre a térképmódra, amit nem szoktunk nézni, hogy... Van-e esetleg valahol a vérem? Valami meszti földre elvetődött a vérem, de úgy látom, hogy nem. Dynasty map mód. Nem lelek benne örömet. Ludovinger. Elfűrészeljük a balkonit. Ó, meghalt a felesége csávónak. De nem az én plotom ölte meg? Szegény csávó. Melyik rendet csatlakozok, a Benedikt rendhez, vagy a Dominikai? Én Benediktáriánus vagyok, hogy Benediktáriánus?
Nekem az remlik, hogy a Dominikán az jobb. Hát a legjobb az a sátánista. Ugyanolyanokat adnak, azt hiszem. Az egyik azt hiszem sima papsági, ami ilyen gyógyító, a másik meg ilyen tudományosabb, de ebben nem vagyok biztos.